Kedves nézőink, mi Kovács András Péterrel már el is kezdtük a beszélgetést, kapcsolódjanak bele önök is. Isten hozott a stúdióban, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm én is a meghívást. Igen, régi ismerősök vagyunk, igen, szeretjük egymást távolról, szegeződünk. Péter, téged sokan szeretnek, humorista vagy, mindig nagy garral szokták bejelenteni. Itt van Kovács András Péter, humorista, és akkor mindenki készül arra, hogy nevetni fogunk. Gyakran tapasztalod ezt, hogy mész valahova, és várják, hogy legyél vicces. Nagyon, nagyon gyakran, tehát mindig, de a boltban is, bárhol, és ez engem nagyon ki tud zökkenteni, mert én így bemegyek így, mint egy ember, és akkor hirtelen azt várják tőlem, hogy én legyek Kovács András Péter, és ez azért az nem úgy megy. Igen, mert egy humorista az nem alapból ő vicces, hanem ez egy műfaj, igen, amit te tudsz művelni. Igen. És a stand-up comedy az is tulajdonképpen vicces, de hogy valójában a vicc az valaminek a vívőanyaga. Igen, ez a stand-uposok akkor mindig visznek valamit ezzel. Igen, igen, akkor jó, hogyha van egy üzenet, amit rá tudsz ültetni a viccre, és a nevetéssel fel tudod annyira puhítani a nézőt, hogy be tudod pottyantani ezt az üzenetet. És ez viszi a jót, és viszi a rosszat, és ezt te felismerted, tehát használod ezt. Használom, abszolút. Ez a stand-up önmagában nem feltétlenül csak humoros. Emlékszem, amikor a Puzsér egyszer bement a tévébe stand-upolni, de egyáltalán nem azért vicceket mesél, hanem azért, mert a stand-up az kiállj ki, nem? Ugye kiállsz valami? Igen, igen. Igen, igazából ott a bátorságról van szó, hogy neked van merszed mondani dolgokat. Szerencsésebb esetben viccesen, és van mondani való. Igen, de tényleg, hogyha viccesen adod át, de azért van, ami vicces, valami nem vicces, ugye? Igen. És valamivel szabad viccelni, valamivel nem, és ez egy nagyon érzékeny határa a stand-up comedy-ben. Igen, de ezt a közönség azonnal visszajelzi nekünk. Tehát, hogy olyan jó lakmuszpapír a közönség, és bárhol, tehát ha valami nem nevetnek Kiregyházán, azon nem fognak nevetni Sopronban sem. Tehát, hogy van egy ilyen emberektől független, egy ilyen közös kollektív tudat, ami ilyenkor létrejön, és az tűpontosan visszasüti neked a színpadra. De ezt gondolod, hogy tényleg így van? Mert én azon lepődöm meg, hogy nézem a tévét, bocsáss meg, nem mondunk neveket, de hogy mind nevetnek, és nem értem. Igen, de vagy úgy érzem, hogy a derékon alul egy-két szó elhangzik, és akkor mindenki nevet. És mi van, vagy övön alul, vagy hogy mondják ezt? Igen. Tehát ő magában vicces. Nem tudom, mert mindenkinek más a közönsége, meg mindenki közönsége más. Nem mindig az a mérce, hogy ők hogy éreznek vissza, mert nagyon sok olyasmiről röhögnek, ami amúgy nem vicc. Tehát, hogy viccelnek, igen, olyasmivel humoristák, amivel nem kéne, és röhög olyasmin a közönség, és tetszik olyasmi a közönségnek, ami nagyon kár, hogy így van. Igen, de utánkor elszégyelik magukat. Tehát, hogy lehet, hogy ott helyben átragad a szomszéd asztalról, de én hallottam már nézőket fölállni, amikor vége az előadásnak, és az a fontos, hogy akkor mit mondanak, aha, hogy hát azért azt azért nem kellett volna, vagy nem tudom, de ott közben annyira sodor nézőként, hogy így nem tudom, én úgy lehet, hogy... Viccetek a családdal, barátnővel, feleséggel, és ugye ez inkább egy ilyen sűrítmény, amit a társadalmi tapasztalatból bevisztek a szövegbe, vagy ez milyen százalékig a saját élettapasztalatod, amit ilyenkor behozol? Abszolút, nekem minden a sajátom, és ez az egyik erőm, egyik szuperképességem, hogy csak olyan dolgokról beszélek, amik érdekelnek, és amik nekem személyesen húsba vágó. Tehát ami nem érdekel, vagy ami nem az enyém, vagy nem tudok valamit kezdeni, azzal nem foglalkozom színpadon. Sokszor elmondtad, tudják rólad, hogy keresztény nevelést kaptál, volt kamaszkori megtérésed, komolyan hívő lettél, és hogy az egyházzal is van egyfajta olyan viszonyat, hogy úgy küzdök, mint a szülő a gyerekkel, vagy a gyerek a szülővel, igen, de a Forrásponton egy olyan beszédet mondtál, amivel eltaláltad a fiatalok szívek közepét, tehát eltaláltál minden olyan pontot, ami nekik a hittel, az egyházzal kapcsolatban valahogy kérdéses vagy érzékeny pont. Én erről nem tudtam. Nem tudtál róla? Nem, én oda is úgy mentem. Ez a vírusként terjedt az a beszéd, sokszor megnézték, idézgetik, nagyon erős volt az a beszéd. Nem tudtam róla, engem is, tehát oda is úgy hívtak, hogy menjek tanúságot tenni, és én nem tudom, nekem ettől a szótól valahogy így a szörfel áll a hátamon. Mert nehéz műfaj. Mert nehéz sokkal műfaj, lezer, és az emberek mindig pont ezért, mert iszonyatosan le kell magadat csupaszítani, épp ezért mindenki belemenekül a klisékbe, meg a szakkifejezésekbe, meg a közhelyekbe, és én elhatároztam, hogy én nem ezt fogom. Hanem én tényleg, lehet, hogy egy életre elásom magam, és soha többé nem fognak hívni, de én tényleg ott is arról is úgy fog beszélni, amiről és ahogy engem igazán
megragad a dolog, és nagyon furcsa volt, hogy kiálltam oda, senki nem ellenőrizte, senki nem hallgatta le előtte, senki nem hallgatta meg előtte, senki nem kérdezte, hogy miről fogsz beszélni. Meg volt szabva, hogy ennyi percem van. Fölkészültem, oda mentem, kiálltam, úristen, 5000 ember, elmondtam a kis mondandómat, lejöttem a színpadról, és utána senki nem jött. Akkor volt a jövés menni is, meg tehát hogy nyilván egy hatalmas rendezvény, mindenki rohan, mindenki szervez, mindenki, és senki nem jött oda, hogy jó volt, rendben volt ez. Megnézted utólag a felvételt? Mert ott bevágták a közönség arcait, és azon lehetett lemérni, hogy érkezik meg mindez, amit mondasz. Egyszer talán megnéztem, de én is már csak akkor, amikor hetekkel később valahogy a feleségemhez jutott vissza, és vele osztottam meg egy kolléganő, hogy figyelj, ez nagyon jó, és ettől ég az internet, meg nem. Tehát ugye én is csak hetekkel később szembesültem azzal. Igen, hogy ég az internet, az nagyon jó, hogy azt mondod, hogy voltak negatív következmények, és pozitív is, meg hogy rád nézve. Hát negatív, a negatív hogy... csak annyi volt, hogy engem pokolian kivett. Tehát én nem tudtam, hogy ez ilyen. Én úgy elfáradtam benne. Hogy az élménytől fáradtam. Igen. Tehát, hogy így a helyzet monumentalitásának megfelelően, mintha minden néző így egy darabot így elvitt volna belőlem, és utána két hétig csak így ültem otthon és néztem magam elé. Milyen érdekes, pedig nagy közönség előtt is szoktál beszélni, sokkal hosszabban is szoktál beszélni. Igen, és általában úgy feltöltődve jövök meg, de hogy ilyet most csináltam először, és utána persze rögtön özönlöttek a megkeresések, hogy ha gyere lelki napra, meg gyere fesztiválra beszélget, és mindenkinek megírom, hogy nem. Ezt nem bírom. Tehát, hogyha tényleg ezt ilyen intenzitást, ha az ember tényleg őszintén akarja, és nem akarja, hogy tényleg puszta ilyen üres frázisokká kopjanak a saját szavai is, és nem akarom, hogy pont az legyen belőle, amitől az elején irtóztam, akkor ez egy ilyen egyszer volt Budán kutyavásárhelyzet. Igen, szóval ezért nehéz ez a műfaj, mert nem csak az, hogy le kell magad csupaszítani, hanem még ha ezt meg is teszed, nem biztos, hogy megérkezik, hogy tudják értelmezni, amit te kiadsz magadból, de hogy ezen a ponton neked sikerült. De hogy akárhányszor nem biztos, hogy sikerül. Igen. Viszont lehetett egy olyan hatása is, hogy azt mondták, hogy jaj, van megint egy keresztény celeb. Azért mindig keresik azokat, akik híres emberek, ismert emberek, és vállalják a hitüket. Ez egy keresztény celeb, ez egy kicsit pejoratív, de fontos dolog az, hogy aki ismert és hisz, és felvállalja a hitét, az nagyon sokat tesz. Vagy ez egy nagyon fontos mozdulat, de azért nem lehet mindig bárhol. Igen, de ugyanakkor meg ezt én nagyon, nagyon furcsán kis visszásnak érzem. Tehát, hogy nálam sokkal elhivatottabb, sokkal lángolóbb emberek vannak, akik nem olyan ismertek, nincs országos ismertségük, de sokkal, sokkal jobban tudnak hatni, nem tudom én, keresztény fiatalokra, mint én például. És itt nekem az egyetlen fórum hozzájuk képest, hogy én voltam a tévében, és akkor jaj, de jó, rám lehet sütni, hogy ismert ember, keresztény ember, akkor a mi kutyán kölyke, de ez a másik, amitől én egy kicsit fázom, hogy így talán ne, hogy engem így beskatulják. Talán nem csak ez, hogy a mi kutyán kölyke, hanem az, hogy mondjuk valaki szkeptikus az egyházzal kapcsolatban, az Istennel kapcsolatban, és azt mondja, hogy a Kovács András Péter is hívő, a Kovács András Péter szerint is van Isten, egy számára tekintély személy hívő, akkor komolyabban elgondolkodik. Nem biztos, hogy te vagy a leglángolóbb hívő, és valaki, aki ismeretlen, az lángolóbb hívő nálad, de hogy az ismertségnek megvan ez a felelőssége, hogy tudunk hatni pozitív, negatív, sokféle módon, szóval ez teher is, nem? Igen, de legalább akkor azt is látják, hogy tényleg nem feltétlenül az lehet csak keresztény, aki szépen élire vasalt nadrágban, 45 fokban megdöntött fejjel áll vasárnap a templomban, hanem az is rendben van, hogyha ezzel együtt az embernek esetleg vannak kételjei, vagy keres, vagy nem tudom én, vannak normális szürke hétköznapjai. Meg hát sokféle kereszténység van, tehát 45 fokban valaki 45 fokban igen. Keresztény, szóval az is jó. Csak valaki meg másképp éli meg, mint akartam. Igen, azt, hogy van egy életkor, amikor az embernek nem az a tekintély, hogy a szülei mit mondanak, ők a vasznak, hanem az, hogy akire ő figyel. Tehát mondom az influencerek, de hát például emlékszem, hogy amikor az a kérdés, hogy a tudomány és a hit, és akkor fölsorolják, de hát ez is tudós ember, és olyan neveket, hogy ja, hát akkor mégse lehet annyira butaság a hit. Igen. Ez számít. De azt mondod, hogy vannak dilemmáid.
Szerinted kell ezekkel a dilemmákkal rendszeresen foglalkozni? Persze. És te milyen persze. módon foglalkozol? Olvasol utána, vagy kérdezgetsz, vagy beszélgetsz barátokkal? Hogy kezeled ezt a... Olyan, hát így öregszem, és egyre többet tanulok az életről is, meg nem tudom én, lelkiekben is egyre gazdagodom, tudományosan is folyamatosan így gyarapítom, nyitom ki az agyamat, nem tudom én, fizikával, asztrofizikával, csillagászatot. Uh-huh. Tehát, hogy így rájössz arra, hogy Úristen, ez a világ körülötted, ez milyen, és ehhez folyamatosan hozzá kell igazítani uh-huh. az Isten képedet is. Tehát, hogy az nem csak a föld történelmében történt meg, hogy az egyháznak be kellett látnia, hogy a föld kerek, és ehhez képest akkor újra formálni ezt. Gömbölyű, elnézést, igen. Már vitatkozhatunk erről. Igen. Ja, nem csak az a régi... Lapos volt hívó kicsit. Igen. Nem csak az a régi sor jutott az eszembe, hogy egyez meg jól, míg a földkerek mindig lesznek rockkerek egyébként. De hogy szóval, hogy ez, hogy a föld gömbölyű, és akkor ehhez képest másképp kell gondolni Istenre, ez bennünk, bocsánat, jól rácsaptam, ez bennünk emberekben megtörténik egy egész életen át többször mindenfajta ilyen, tehát minden lényeges felismerésünk arról szól, hogy azzal együtt újra kell alkotnunk az Isten képünket is. És ez az, ami nálam a folyamatos keresés. Hogy Úristen, ez ilyen, hát akkor... De hogy vannak gyerekeid, és a gyerekeinknek átadjuk a hitünket, és hogyha egy szülőnek még alakuló félben van a saját istenképe, a saját hite, a saját egyházhoz való viszonya, akkor hogy tudja a gyerekével ezt rendezni? Akkor kérdése van, hogy válaszol, mibe vezeti bele? Ó, én pontosan tudom, hogy én hol tartottam gyerekként, és hogy mi az, amit az én agyam akkoriban elbírt és felfogott ebből az egészből, és pontosan tudom azt, hogy hozzám képest mondjuk az én 10 éves agyamhoz képest mondjuk hol tartott Barsi Balázs már akkor is, és ahhoz nem kellett nekem, nem tudom én, Barsi Balázs a 10 évesen belemennem a mélységekbe, hogy előre lendüljek, és tudom ezt is a gyerekeimnél, hogy ők éppen hol tartanak, tudom azt is, hogy nem tudom én, hittamból, mik az aktuális kérdések, amiket vesznek, és az ő, tehát ahol éppen ők lelkileg tartanak, meg amit be tudnak fogadni fejben, ahhoz mérten dolgozom föl velük a problémákat. És aztán látod majd, azt, ahogy nőnek, úgy adogatom szépen a kezükbe majd azokat a könyveket, amik ezt így kicsit tágítják. És látod azt, hogy esetleg nyitottabbak a transzcendensre a gyerekek? Mint amennyire felnőttek a transzcendensre. Nyitott. Igen, tehát nem az a kérdés, hogy ébresztem fel a nyitottságukat, hanem csak, hogy nem fognak majd elfásulni. Egyébként Ilona, amikor szóba hoztad a gyerekeket, azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy ugye, mondtad, hogy folyton tanulsz, és én azt hittem, hogy a gyerekektől is. Ővelük nem is a tanulás van, hanem ez az újra és újra ráeszmélés arra, amit én már elfelejtettem a saját gyerekkoromból. Tehát egy ilyen folyamatosan megállás nélkül, így nagyon húzba vágóan, ilyen nagyon fájdalmasan emlékeztetnek arra, ami az, hogy valahol mindannyian gyerekek vagyunk. Tehát, hogy ami tud fájni egy gyereknek, az ugyanúgy tud fájni egy felnőttnek is itt legbelül. Meg amire vágyik egy gyerek, hogy nem tudom én, ölbevegyék, meg simogassák, uh-huh. meg puszíják, meg dicsérjék, ezek a mi legprimerebb uh-huh. vágyaink még persze. felnőttként is. Azért gondolkodtam, igen, mert nagyon belementünk hirtelen egy ilyen mély dologba, csak hogy amikor a gyerekek megnyitják ezeket a szférákat, akkor kérdéseket tesznek fel, és valahogy például aki hívő, az fontosnak tartja, hogy ezt a hitet át tudja adni a gyerekének. És vagy sikerül, vagy nem. Igen, de nem tudom, tehát nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ez kegyelem kérdése, tehát hogy én is ott voltam nagymamám mellett, aki vallásos volt, én is jártam itt tanulára, tehát hogy a közeg megvolt, de hogy aztán ez így lángra lobban-e, az szerintem nettó kegyelem kérdése. Vagy megtörténik, vagy nem. Vagy megtörténik vele 14 évesen, vagy lehet, hogy egy ilyen hihetetlen lelki éjséggel, szomjúsággal keresel 30-40 éves korodig, és akkor történik meg. Tehát én nem tudok élő Isten kapcsolatot adni a gyerekemnek, tehát azt, ami nekem van, abban nem tudom őt ide magam mellé vonni, hogy gyere, állj be te is ebbe a fénybe, amiben én sütkérezem. Neki kell egy külön fénysugár, ami szerintem
ami szerintem kegyelem. Annyit tudsz esetleg felidézni, hogy azok a vallásos tanítások, vagy ez a nevelés, amit te megkaptál valamelyik felmenőtől, szülőtől, nagyszülőtől, ami magnak ott volt, hogy ez működik-e, és hogy később hogyan működik, vagy mikor kell ki? Igen, illetve annyit tudok még tenni, hogy azt a fajta, nem tudom én, nyugalmat és kiegyensúlyozottságot, amiben én leledzem, részben a hitemnek is köszönhetően, uh-huh. ezt a fajta ilyen stabilitást és kibillenthetetlenséget, ezt folyamatosan látják. És, ezt ad neked egy ilyen stabilitást és kibillenthetetlenséget? Ez nagyon nagy mondat egyébként, hogy van valamid, ami megtart. Igen, igen, mert mindezek fényében minden más tényleg olyan olyan pici és jelentéktelen és mulandó, hogy... Na, jól lejutottunk itt. Nem, de azt akartam mondani, hogy Ilona, többet ne hívjuk meg, mert elhallgattak a telefonok, mert mindenkit figyel rá. Ja, igen, ezt néztem, hogy az azt, hogy egy picit szélsebesen kapkodták a kajlót. Igen, hirtelen csöndet, mert azért, mert akkor hallgatják azt, amit beszélünk. Igen, de ha egyetértenek velem, ezt felajánlással erősítsék majd. Na igen, ezért hívtuk látni. Igen, tehát aki most elhallgatott a telefonálással, az hívja föl a vonalat, és háromszor annyit ajánljon föl, így mert van, hogy érdemes. Így van, jöhet a pénzes 40 napig. Gyere máskor is, ha ilyeneket mondasz. De egyébként figyelj, tehát felfedezted az elvétét, vagy ezután fogod felfedezni, hogy most itt jártál? Nem fedeztem fel, nem nézek tévét. Tehát, hogy nem, én is azért így mondtam, hogy nézed a tévét, felfedezted, de mert az internetre fölteszünk jó kis beszélgetéseket. Nem, nagyon kevés ilyen tartalmat nézek, de meg magamat sem szoktam visszanézni, de majd lehet, hogy akkor megnézem még egyszer a forráspontot is. A forráspontot érdemes megnézni. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Szervusztok. Köszönjük.